Brkovicon. Van Brkovic. 13 mérkőzése. Kulcsár. Brkovic mellett, és Brkovic. Tisztáz szögletre. De hát ez mind a vasas malmára hajtja a víz. Kiugratás Simon Attila felé. Simon. Félkornak vissza. Még mindig ott van. Brkovic, húha. Hogy 5000 jegy ment el elővételben, nagyjából 6000-en vannak egyébként Diósgyőrben, és hát várják a csodát, várják azt, hogy elinduljon a csapat az utóbbi fél idő, de most az utóbbi percek már inkább a nyugalom jegyében telnek itt a Bozsi stadionban. Zsótér három ember között hozza el, szögletet harcol ki. Eddig játékban Kis Bence, pedig nagyon dicsérték az előző körben Mészáros, közben gyönyörű becsúszás Brkovictól. Šepović. A DVSC azóta nem is játszott, mégis úgy lépett most pályára, hogy kiesőző. Cenivel szemben Balogh kapja a labdát. Aztán teszi tovább, Brkovic ér oda és nagyszerűen szerel. Kelet góljával. DVTK mezőköves 0-2. Varga, szöglet lesz. Molnár és Sós szerezték a gólokat, a Honvéd MTK-t. Megfordult, de nem tudott vele kilépni középen. Némi szerencséje volt Holman Dávidnak, hogy elé pattant a labda. Egy szép keret, azt mondta be a helyi műsor közlő. Lanzafame, Eppel, visszaemeli, Lanzafame, gólhelyzetben, Lanzafame még kisodródik vele. Nem kell kibírnia, rendes játékidőből 2,5 perc. Brkovic. Jó kapus ezt ma is megmutatja. Nagyjából lövés sem ment. Egyébként a ketrece felé csak az a 11-es nagyjókor bizonyított. Vittek! A csapattársokkal. Andy Selva, Brkovic szereli. Ezzel, mármint azzal, hogy a Fehérvár a videótól legyőzi a Debrecent, a debreceniek ott maradnak a középmezőnyben. Ugye a legutóbbi fordulóban 0-0-át játszottak az MTK ellen. Murka és Pavlov. Ramos. Gyönyörű a csel Szatmári mellett, de egy kicsit hosszan tolta így meg. Мяч уходит за межи поля на... Ez a 18. perc. Hajnal. Ott a gólhelyzet Böde. Még egy cselt próbál csinálni. Elhozza előle a labdát a debreceni játékos Brkovic. De visszaszerzi. Másodjára már jó. Tamás, lesen van Novák, ezért nem passzolt. Brkovic tartja bent. 5 perce a DVSC-nek. Marić. Gólt szerzett múlt héten. Mégsem maradt bent a kezdőben. Most Berg szerint az egyértelmű sárga lap. Termentett az utolsó pillanatban. Diarra. Az jó, az az indítás. Brkovic érkezik meg, és mutatja, hogy... Kantától, és ez így még jó Vargának. Középen jön mellett Ramos, Brkovic gyönyörűen szerel, és aztán végül Varga szabálytalan vele szemben. Ne!
Nem is rossz az indítás. Mi az, hogy nem rossz? Kamber van kint a jobb oldalon. Nincs még kint a labda, most már igen. Nehéz felhozni a labdát egyébként a vendégeknek, mert a két előlévő debrecenit hátulról 3-4. Ezt góllal lehet befejezni. 5 perc van hátra az első félidőből. Nagyon sem. Hozzá is ért a labdához. Úgyhogy a Debrecen annak idején még a kupából is most, a magyar kupából is nagyon gyorsan kiesett a harmadosztályú. Finoman figyelmeztette Osváthot, hogy ne dumáljon a partjelzőjének, mert hogy ez megtörtént. De ezt nagyon finoman, elegánsan csinált. Lovrencsics. Öde emelkedik, ott marad a labda. Brkovics tap. Pátkai. Elesik. Igen. Nagyszerűen érte utól a labdát túloldalon. És a beadás is jön Mészáros Karolnak. Magas. Torgellét Brkovics lefejelte. Kolomajec hátra. Katona. Filip. Filip. Böde. Brkovics nagyon jó ütemben ugrott és fejlődött. Еще одна замена, зараз має відбут. Aztán Tőzsérjelnél utól nem jól becsúszó szerelés, Bori még mindig, jön a beadás, bebétollózna és elfejeli előle Dusan Brkovics. Újpesti szöglet a 31. percben. Túlságosan ütést követő pontes interjúra. Balázs előre. Közben Perovics esett el. Vágják. Most már a legegyszerűbb módszereket alkalm. Egy lágyívelés. Zvitkovics fogja a jelek szerint elvégezni. Burmeister elől kifejeli Brkovics. Többen úgy láttuk, hogy ő volt annak a találatnak a szerző, aztán kiderült, hogy nem így van. És nem gól volt. Perovicskér elnézést.